piros csomagot helyeznek el a városrendészek a jegy nélkül parkoló autók szélvédő törlője alá. Tegnap azonban nem csekket találtak benne a sofőrök. A büntetés helyett egészen mást, tájékoztatót és szaloncukrot rejtett a csomag. Mikulásra való tekintettel azokat a várakozó helyen parkoló gépjárműveket, akik nem fizetik meg a szükséges várakozó díjat, a csomag helyett, vagyis a csekk helyett egy figyelmeztetés várja, és benne van még ebben a kis piros csomagban két szem szaloncukor is, hogy hát ha ezzel rábírjuk a lakosokat arra, hogy jogkövető magatartást tanúsítsanak, és legközelebb ilyet ne kövessenek el. Nem ez az első ilyen akciója a városrendészetnek. December 6-án több éve hagyomány a büntetésen nyitése. A kecskeméti városrendészet munkatársai jótett helyében jótvári elv alapján. Ezzel a kedvességgel szeretnék arra ösztönözni a sofőröket, hogy váltsák meg a parkoláshoz szükséges jegyet.